Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban 10 elképesztően furcsa, legalábbis számomra furcsa múzeumot fogok bemutatni nektek, amelyekről sokan lehet nem is tudják, hogy léteznek. Az ötlet egyébként a National Geographic-tól jött, ugyanis jó néhány hónapja náluk láttam egy ilyen listát, szóval innen is nagyon szépen köszönöm nekik. Mikor egyébként elkezdtem keresgélni, rájöttem, hogy annyi rengeteg ilyen furcsa múzeum van a világon, hogy szinte lehetetlen 10-et kiválasztani közülük, de én most úgy gondoltam, hogy a kutakodásom során talált múzeumok közül listába szedem azt a 10 múzeumot, ami a számomra mondjuk azt, hogy a legfurcsább. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem, és múzeumkodjunk egy kicsit. 10. Szögesdrót múzeum. Talán a legtöbbünknek a szögesdrótokról az jut az eszébe, hogy el kell kerülni őket. Valójában erre is találták ki őket, úgyhogy ha valaki mást érez velük kapcsolatban, akkor arra inkább nem mondok semmit. Nos, számomra bármennyire is furcsa, és bármennyire is érdektelen, az Amerikai Egyesült Államok Texas államában létezik egy múzeum, ahol nem mások, mint szögesdrótok találhatóak. Az ördög kötele nevet viselő múzeum állítólag már több mint 100 éve létezik, ám a nagy közönség előtt csupán 1991-ben nyitotta meg kapuit. Ha minden igaz, már a több mint 2000 különböző fajtájú, illetve különböző módon megformált szögesdrót meg szögesdrót szobor található a múzeumban, melyek egyébként különféle gyűjtőktől származnak. Ezeken kívül találhatóak még itt történelmi képek, dokumentumok, meg minden finomság, ami a szögesdrótokkal kapcsolatba hozható. 9. Fűnyíró múzeum. Füvet nyírni szerintem mindenki szokott, így senki számára sem lehet idegen egy fűnyíró, esetleg kettő fűnyíró látványa. Persze, ha bemegyünk egy nagyobb áruházba, akkor sokkal többet is láthatunk belőlük, ám van egy hely, méghozzá Angliában, ahol ezeket a csodálatos fűnyíró szerkezeteket áruházak látogatása nélkül is megtekinthetjük. Ez a hely nem más, mint a Brit Fűnyíró Múzeum, amely 1945-ben egy családi vállalkozásból és némi fűnyíró szerelemből indult, és ahol állítólag több mint 300 helyreállított, illetve restaurált kertészeti gépezetet állítottak ki, melyek egyébként mind a mai napig megtekinthetőek. A múzeumban leginkább antik gépek, illetve híres neves emberek fűnyírói, mint például az egykori királyi pár Charles és Diana fűnyírója tekinthető meg. Persze itt is vannak történelmi iratok, képek, egyebek, melyek között 1799-ből származó szabadalmak, illetve tervrajzok is vannak. A múzeumban egyébként egy műhely is működik, ahol igyekeznek életre kelteni a tönkrement, illetve a hibás fűnyíró szerkezeteket. 8. Görkorcsolya múzeum. Nos, én még sosem görkorcsolyáztam, így sokat nem tudok hozzászólni ehhez a témához, de ennek ellenére, vagy talán pont ezért meglepőnek tartom, hogy az Amerikai Egyesült Államok Nebraska államában létezik egy múzeum, ami görkorcsolyákkal foglalkozik. Ennek az úgynevezett Nemzeti Görkorcsolya Múzeumnak az alapítói abból a célból hozták létre a múzeumot, hogy összegyűjtsék, megőrizzék és továbbadják a görkorcsolya történelmét, illetve hogy összehozzák azokat az embereket, akik élnek-halnak a görkorizásért. Nos, nem tudom, hogy ebből mit sikerült megvalósítaniuk, ám azt láttam, hogy a múzeumnak valamilyen úton-módon sikerült hozzájutni a Amerika kapitány ruhájának egy kezdeti prototípusához, amit a méretéből ítélve valószínűleg egy fiatal lányzó viselhetett egy görkori versenyen. Na de a viccet félretéve, van itt minden, ami a görkorcsolyával, illetve annak a történelmével, szépségével és mindenféléjével kapcsolatos. 7. Kutyanyakörv múzeum. Én megértem, ha valaki rajong az állatokért, főleg a kutyákért, de hogy valaki a kutyák nyakörveiért rajongjon, és még múzeumot is csináljon neki, az már valamilyen szinten befolyásolja az emésztésemet. És bármennyire is furcsa, vagy lehet csak számomra az, de Angliában van egy hely, méghozzá egy kastély, amelyben honol egy úgynevezett
Kutyanyakörv Múzeum. A múzeumban állítólag közel 100 darab nyakörv van kiállítva, meg persze sok más velük kapcsolatos egyéb dolog, amelyeket egyébként egy középkori ír tudós és a felesége gyűjtöttek össze, illetve őriztek meg az utókor számára. Magyarul minden egyes nyakörv különleges, egyedi darab, tehát nincs szó ilyen olcsón vásárolt vackokról. Ám amit talán a legjobban meglepett, az az, hogy a múzeumot több mint 500 ezer ember látogatja évente. Azt a kutya firkantyúját nekie. 6. Csapvíz Múzeum. Azt hiszem, mindennek lehet múzeumot csinálni, aminek történelme van, és mivel valamilyen szinten mindennek van történelme, ezért nyilván mindennek lehet múzeumot csinálni. Gondolom az előző múzeumokhoz hasonlóan így jött létre a Kínában, azon belül is Pekingben található Csapvíz Múzeum. Kezdjük ott, hogy a múzeum három részre van osztva, így míg az első részében a kínai vízhálózat kiépítésének kezdeti nehézségeit igyekeznek bemutatni, addig a második és a harmadik részében az 1949-től 1970-ig tartó kínai csapvíz történelmet próbálják bemutatni nekünk. Emellett említésre kerülnek a modern vízvezetékrendszer kiépítésének, kialakításának, karbantartásának nehézségei, illetve sok más ezzel kapcsolatos dolog is. A múzeum egyébként Kína legelső vízművének a helyére épült. 5. Szennyvíz Csatorna Múzeum. Az előbb már említettem, hogy mindennek lehet múzeumot csinálni, most pedig azt is hozzáfűzném, hogy mindenhol is lehet múzeumot csinálni, vagy kialakítani. Feltételezem, így gondolták ezt a franciák is, és szépen kialakítottak egy múzeumot a Párizs alatt futó szennyvíz csatornákban. A céljuk ezzel az volt, hogy az embereknek megmutassák a város alatt húzódó hatalmas csatornákat, illetve azoknak a történelmét, de még az ott dolgozó munkások tevékenykedéseit is. Mivel 1889 óta szerveznek túrákat a csatornákba, ezért az emberek mondjuk azt, hogy már igen régóta kivehették a részüket a jóból. Elképzelem, mikor a tanár bejelenti, hogy a diákjaival aznap múzeumba mennek, majd szépen lezavarja őket a csatornába. Aztán a gyerekek meg jé, ott úszik egy hal a vízben! A tanár meg azt nem hal, és hát meg nem víz. Vagyis hát víz csak fel van turbozva egyéb töltelékekkel. 4. Toalett Múzeum. Na most, hogy visszajöttünk a felszínre, megnézhetjük, hogy az előbb látott szennyvíz honnan és miken keresztül jut le a föld alá. Ebben lesz segítségünkre az indiai New Delhi-ben található úgynevezett Toilett Múzeum. Nos, ezt a nemzetközi Toilett Múzeumot egy Sulab nevű indiai férfi alapította 1992-ben, méghozzá azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az Indiában zajló egészségügyi és ezzel egyben a higiéniai problémákra is. Először én sem értettem, hogy miért pont Indiában nyílt egy ilyen múzeum, de most már teljesen egyértelművé vált. A múzeumban kiállított vécék egyébként 50 különböző országból származnak, és állítólag vannak köztük olyanok is, amelyek több ezer évesek. A lényeg, hogy ezt a vécéktől díszelgő múzeumot még a Time magazin is a világ legfurcsább múzeumai közé sorolta. Egy biztos, ha itt vécézned kell, lesz hova ülnöd. 3. Sült Krumpli Múzeum. Nos, engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy először ezt a múzeumot akartam az első helyre rakni, csak aztán történtek dolgok. De még mindig nem értem, hogy a fenébe lehet a sült krumplinak múzeumot csinálni. De a belgák biztos tudják, ugyanis ez a számomra tényleg nem mindennapi sült krumpli múzeum Belgiumban található. És 3 szintes, vagyis emeletes. Míg az alaksorban egy büfészerűség található, ahol gondolom azért lehet sült krumplit fogyasztani, addig a földszinten megismerkedhetünk a Burgonya történelmével, egyre izgalmasabbak a dolgok, majd végül az első emeleten megtudhatjuk, miként került be a Burgonya Belgiumba, húj, de kíváncsi lettem, majd miként ásta be magát olyan mélyen az emberek szívébe, hogy múzeumot nyissanak neki. Na, de várjatok, mert most megint elképzeltem, hogy 2 belga diák beszélget. Hallod, menjünk már el a sült krumpli múzeumba, mert holnap sült krumpliból írok dolgozatot. Jó, menjünk, úgyis éhes vagyok.
Második. Menstruáció múzeum. Na, itt kezdődnek azok a dolgok, hogy a kiskorú nézőim jobb, ha elkattintanak a videóról, vagy legalábbis befogják a fülüket. Mivel tudom, hogy ezt senki nem teszi meg, ezért inkább ezt a múzeumot nem is részletezném. Aki tudja, miről van szó, az tudja, aki pedig nem, az meg ha eljön az ideje, majd megtudja. Igazából ez az Amerikai Egyesült Államokban található múzeum már 1999-ben bezárt, valószínűleg azért, mert nem látogatták, így az 1995-ös nyitását követően csak 4 évet üzemelt. Állítólag az egészet egy 50 éves aglegény férfi alapította, aki mind a mai napig a pincéjében tárolja a gyűjteményét, amelyet ha jól tájékozottam, a neten is meg lehet tekinteni, és ha megint jól tájékozottam, akkor hétvégente beengedi magához azokat a kíváncsiskodókat, akik meg szeretnék csodálni az egykori menstruáció múzeumot. Tök mindegy, hogy mi van, meg hogy van, de nekem ez már inkább félelmetes, mint fura. Első. Fallosz múzeum. A kiskorú nézőim ismét befogják a fülüket, főleg már addig nem tették, mert annyit elárulhatok, hogy a képen látható dolgok nem szarvak meg tülkök. Aki tudja, miről van szó, az tudja, aki meg nem, az majd megtudja akkor, mikor eljön az ideje. Szerintem nem kell részleteznem, hogy miért ez az Izlandon található múzeum lett az első. Nos, azért, hogy mondjak is róla valamit, a múzeumot 1997-ben egy kimondhatatlan nevű izlandi férfi nyitotta meg, aki egyébként már hosszú évekkel előtte gyűjtögette a tudjuk miket, és aki nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket a tudjuk miket másoknak is megmutassa. Így alakult meg végül a nagyjából 200 kiállítási tárgyal rendelkező múzeum. Na és eszembe jutott még egy beszélgetés így a végére. Apa, valami van a nadrágomba. No, gyere fiam, ideje, hogy elmenjünk a Fallosz múzeumba. Ja, nem arról beszélek, azt ismerem, a múltkor már meg is kínáltam vele Rebekát. No, akkor vedd a cipőt, fiam. Irány a sokkot kapott apukák múzeuma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!